Kezdetek óta forgatagozok a forgatagban. Tulajdonképpen a születéskor már itt voltam. Egy Schwenker. Csokolom Tamás, hogy tehet a nyár? Köszönöm, gyorsan. Gyorsan. Na, 10 évesen. Meg. Na és ki az, aki szeretne közületek buszt vezetni? Ki az, aki kipróbálná? És uraim, dr. Besenci Árpád következik. Köszönöm szépen, jó napot kívánok! Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves barátaim, kedves színházszerető zalaegerszegi polgárok! Azt hiszem, nagykorú lett ez a kis rendezvényünk, amit 3 évvel ezelőtt megrendeztünk, mint évadnyitó forgatag, és bár ma a városban van egy szintén komoly rendezvény, amit most nem fogok propagálni, mert másnak nem adunk reklám lehetőséget, de én örülök, hogy önök itt vannak és minket választottak, és talán az égiek is megkönnyörülnek rajtunk. Az, hogy továbbra is tárt karokkal és nem tört karokkal várjuk önöket, azért fontos, mert a múlt évben egy példátlan sérülés hullám sújtott a színházunkat. Most a mai napig csak egyetlen egy kartörésünk van, az éppen tegnap történt, tehát azért elkezdődött megint ez a fekete pekszírja, remélem nem fog folytatódni. Arra biztatom önöket, hogy érezzék jól magukat ma este. Kollégáim nagyon lelkiismeretesen, szorgalmasan és példátlan önfigyelemmel készültek erre mai estére, és készültünk egy újabb meglepetéssel, hiszen én Kecskeméten jártam júniusban egy rendezvényen, és hallottam réglátott barátaimat zenélni, a Pesti Magyar Színház művészeit, a 3. figyelmeztetés című színészzenekart. Ők lesznek az este záró poénja, záró fellépői, ha úgy tetszik. Ezzel én ezt a mai rendezvényt, illetve a 2013-14-es évadot ünnepélyesen megnyitom, szalagot átvágtam, kívánom önöknek jó szórakozást, jó egészséget, jöjjenek hozzánk, vegyenek bérletet, vigyázzanak magukra, minden jót kívánok! Soha már nincsen hatalom, mely eltört.